ismerjük minden cselekményét az életéről szóló könyvből, melyet Zétény János testvérünk írt meg. Rendszerváltozás után mégis meg kellett halnia. Mit jelentett ez a keserű halál a családjának? Mit jelentett a szüleinek, édesanyjának? Azt gondolom, nincsenek erre megfelelő szavak, hogy amikor valaki büszkén tekint gyermekére, hogy becsülettel helytáll, majd közül vele kivégzi, mint egy utolsó bűnöző, iszonyatos nyomorúság. Az ember szívében fölmerül a kérdés, hogy az Isten hol lehetett akkor, hogy vajon hol is van az Isten, hogy mindezt megengedi. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy az Isten felelősséget lehet vonni. Ennek az ígérek kapcsán meg fogjuk tudni érteni, hogy az Isten világa más, mint a mi világunk. Hiszen a mi világunk múló világ. Az ég és a föld elmúlik, mondja az Isten szava. De úgy folytatja, hogy az én beszédem soha el nem múlik, mondja Jézus is. Hiszen az ő szava az örökké való világ része. Mi az elmúló emberi életben gondolkodunk, az Isten pedig az egész örökké való világban. És azt gondolom, hogy mindazok, akik ismerték elmúlt testvérünket, Kristóf Lászlót, megélhették az elmúlt esztendőkben, nem csak akkor, amikor rehabilitálták, hanem azóta is, hogy neve, súlya növekedik, és hálásodott Istennek, hogy volt olyan ember, aki példát mutatott. Ráadásul velőc egy származása volt, itt él, szolgálat a nagy részében is. Ugyanakkor, amikor valaki így adja az életét, nincsenek erre megfelelő szavak. Majd telnek az évtizedek, és ugyanakkor Isten sok mindent megad, sőt megenged. Még egy egész rendszerváltozást is, és egy új rendszert is, hogy néhány évvel később rehabilitálja elmúlt testvérünket, Kristóf Lászlót. Igaz, az ő életét senki nem tudja visszaadni. De a család, a hozzátartozók kapnak egy belső szerény ajándékot, már nem lehet elítélni elmúlt testvérünket. Már felemelt fejjel vállalhatjuk az ő életét. Nem kell szégyenkezni miatta a gyalázatos eljárások során. Ugyanakkor felmenti őt a törvény, rehabilitálja. És ha végig tekintünk a felolvasott igét, akkor az Isten igéje megrendítő szava segítségével fogja értésünkre adni, hogy ezek a történések az Isten világának igazságát is tudják megerősíteni és elősegíteni. Ha ti megtartjátok az én igémet, mondja Jézus Krisztus először az ő tanítványainak. Nem könnyű megtartani Jézus szavát. Nem könnyű szeretni az ellenségünket. Egyáltalán nem. Hozzá szoktam tenni, hogy Jézus Krisztus szeretete nélkül erre képtelenek vagyunk, mert az ellenségünket nem csak olyan helyre kívánjuk, amit ki sem mondunk sokszor, mert örülünk, nem is látjuk őket. Jézus meg azt mondja, hogy szeressen őket. Akkor valóban tanítványaim vagytok, mondja Jézus. Bizony, Jézus tudta szeretni az ellenségét is, sőt, még a keresztfán is tudott imádkozni azért, aki őt elárulta, kigúnyolta, kicsúfolta. Hatalmas példa ez kereszténység világunkon belül. Kristóf László testvérünket a családja és Isten félelemre, Istenbe való hitre, az Isten parancsolatainak megtartására nevelte, így is élt, hiszen törvénytisztelő ember volt. A sors mégis úgy hozta, elvették az életét. Igaz, sok év után rehabilitálták, de az élő sorában már nem jöhetett vissza. Mit tud Isten ajándéka, Isten szava számunkra ezen keresztül adni? Igénk második gondolata így szó, aki megtartja ugyanis az Isten igényét, megismeri az igazságot. Jézus mondja önmagáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Mi emberek nagyon sokszor szeretünk úgy fogalmazni, hogy az igazság velünk van, hát ha úgy van velünk, hogy az Isten velünk, kicsoda ellenünk, akkor velünk van az Isten. De amikor a saját gondolatainkban akarunk csak belekapaszkodni úgy is, olyan értelemben véve, hogy az igazság, az az Isten világában több, mint kérdőjeles. Mert az Isten igazsága, ahogy a Jézus megfogalmazta, hogy itt járt ezen a Földön, és soha többet nem jön vissza. Ugyanakkor ez az igazság valami hatalmas dolgot képes teremteni, ha mi erre az igazságra figyelünk, Jézus Krisztusra.
elhunyt testvérünk életében is bekövetkezett a tragédia. Mit élhetett át elhunyt testvérünk a vádak alatt? Nem tudjuk, nem lehet elmondani. De az igen, hogy ő is mindig ragaszkodott az a törvényhez, amelynek szellemében eljárt. Mi jellemezte azt a bíróságot, azt a kort? Zétényi testvérünk könyvében ez jól megfogalmazható. Az idősebb testvérek el jól emlékeznek, hogy mit is jelentett akkor. Hogy ez bizony nem egy esetben egy ember életét kérte, elhunyt testvérünk életét is kérte. Igénk harmadik gondolata, amit Jézus mond, az igazság megszabadult titeket. Mitől szabadít meg? A bűn, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Az eredeti szó, az aloige, a héber aloige jelentése nem a magatartásunk, hanem a magatartásunk maradandó következmény. Nyilvánvaló az, hogy az a bűn, ami elvitte testvérünket, a maradandó következménye nem térhet vissza. Ugyanakkor ennek a bűnnek van egy olyan bizonyos természete, hogy a családtagokra, hozzátartozókra, ismerősökre, barátokra is átterjedhet. És félelemben, nyomorúságban, keserűségben tartja az ember lelkét éveken, évtizedeken keresztül. Mert ez a maradandó, az Isten itt teremtette a világot, hogy aki ilyen maradandó nyomorúságot követ el, azzal az ember nem tud mit kezdeni. Jézus erre mutat rá, hogy az igazság megszabadít. Melyik igazság? A megismert igazság. Ha ti megismeritek az igazságot, mondja Jézus. Ez a megismert igazság képes megszabadítani. Mitől? A magatartásunk maradandó következménynek minden iszonyatától. És ez így van az ember életében, a mi életünkben is, de ez így van elhunyt testvérünk életében is, mindazokban a nyomorúságos dolgokban, amelyek Isten annak idején még a szívünkre helyezett, a félelmünket erősítve a gonosz hatalma által, és mindazok által, amit keresztül ment sok-sok ember, sok-sok nyomorúságon, félelmen, fájdalmon, hiszen talán nem kapott választ, hogy Uram, miért kellett ennek így történni. De amikor az Isten szent lelke elkezd munkálni, akkor megértjük, hogy miért kellett Jézus Krisztusnak a kereszten meghalni. Hogy Kálvin János mondja, érettem, miattam, helyettem. Jézus adja az életét. És amikor ebbe eljutunk a tisztálátás gondolatáig, akkor az Isten szent lelke segítségű hívása mellett Isten megengedi, hogy tisztán tudjuk látni minden olyan tényt, történést, ami megtörtént ebben az ügyben is. Ugyanakkor a család is csak nagyon későn juthatott el Isten szabadító kegyelméhez, mert évtizedeken keresztül a kín, a szenvedés volt az Úr. Ma már szembe lehet nézni a szomszédokkal, a közösségekkel, a hazával, a településsel. Mennyi szorongás, félelem és belső keserűség lehetett a része a családnak az elmúlt évtizedek alatt. Már azonban kiderült az igazság. Isten ehhez mindent megadott, még egy egész rendszer eltörlését, és egy új rendszert is, drága testvéreim, ahol a tisztesség alapján újra lehet emlékezni, és visszaemlékezni arra, hogy példát venni, hogy a törvény tisztelete nekünk is fontos feladatunk kell, hogy legyen. Igénk negyedik gondolata, aki bűn cselekszik, a bűn szolgálja. Már egy egészen kicsi gyermek, amikor valami rosszat tesz, és tudja, hogy ha az édesanyja, édesapja megtudja, akkor büntetésben részesül, már az is menekül, hogy ne is találkozzon a szülővel. Meg ha megkérdezik, akkor inkább lódít, inkább letagadja, inkább hazudik egyet, tetézi még a bűnét, mert azt mondta, hogy nem terül ki valójában, aki bűncselekszik, a bűn szolgálja. Tőlünk az Isten azt kérdezi, hogy mikor tudunk arra az útra állni, Jézus igazsága útján, hogy mikor tudjuk az életünkből ezeket a nyomorúságokat törölni. Nyilvánvalóan ebben a történetben is a hatóságok hozzáállásában mindez jól látható. Elhunyt testvérünk életében és szolgálatában pedig a tisztesség, a korrektség, a hazai szeretete volt látható. És ez hatalmas örökség, és kötelez bennünket. Igény 5. gondolata, akit a fiú megszabadít,
valósággal szabad. Drága testvéreim, a szabadítás, amikor Krisztus szeretetét megérte, amikor Krisztus kereszt áldozatának eszenciáját megérte, ha tetszik a kereszt kettős titká, hogy ott érettem és miattam történt Jézus Krisztus halál, hogy úgy gyűlöli az Isten a bűnt, hogy a saját fiát nem kéméli, erre fiam halj meg a kereszten, mert nem bírom elviselni a bűnt, ez az Isten gondolkodása a bűnnek. Miért? Mert a világot úgy teremtette meg az Isten, hogy amikor bűnt követünk el, az Isten teremtő munkája ellen védkezik. Mert úgy gondoljuk, ugyanakkor az Isten szeretete is benne van. A kereszt másik titkában, hogy úgy szerette az Isten ezt a világot, hogy a saját fiát adta. Ha valaki hisz, elveszte, hanem örök életelé. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus szabadító kegyelme minket körülvesz. Jézus a Fiú, akit a Fiú megszabadít, valósággal szabad. A valósággal szabadság eszenciája, hogy a hátam mögé kerül minden jogorúság, minden bűn. Nem csak a magamé, hanem azok is, akik miatt nekem szenvednem kellett. Az Úr Jézus megengedi, hogy a hátam mögött legyen, hogy ne fájdalmam legyen, hanem kellő hála az Isten szabadító kegyelmé. Mert aki abba kapaszkodik, annak az Isten olyan lelket képes adni, akinek a szívében öröm, béke, szeretet lesz, sok-sok szeretet, hogy a környezetében példamutatóan tudjon élni. Szüksége van ennek az országnak erre ma is. Jézus a Fiú, egyedül ő tud megszabadítani minden nyomorúságunkból. A történetünkben ez soká, lassan, de bekövetkezett. Ma is felemelt fejjel és Isten iránti hálával lehet ezért előre tekinteni. Igaz, sok-sok szenvedés történt, az elmúlt életét nem lehetett visszanyerni, de Isten igazsága, ami ott állt Krisztóf László testvérünk mellett egész életében diadalmaskodott. Tudunk-e így emlékezni? Tudunk-e így hálát adni mindazért a történését, ami történt?